Na, nézzenek oda! Végre valami újdonság! A Gigabyte az én fejemben egy videókártyagyártó volt, de természetesen másban is utaznak, mint mondjuk laptopokban. De hogy milyen egy Gigabyte gaming laptop? Nos, nekem komoly elvárásaim vannak. És egy komoly megfázásom, szóval előre elnézést a hangomért. A doboz eléggé semmit mondó. Volt, ameddig rá nem jöttem, hogy van benne egy másik doboz. Ebben a laptopot és a tápegységet találjuk majd, ahogy is a laptop igencsak méretes, a tápegység pedig nem. Ez egy viszonylag kompakt 150 wattos darab. Mégis miféle hardvert hajtunk meg ezzel? Nos, erre mindjárt visszatérünk. A laptop burkolata műanyag és remek felületet fog biztosítani az új lényamat gyűjteményeteknek, ettől függetlenül azonban egy igencsak letisztult megjelenéssel rendelkezik kívül és belül egyaránt. Méreténél fogva nem fogjuk összetéveszni egy ultrabookkal, és a fedlapi dizájn sem 100%-osan irodabarát, magával a cégnével nincsen gond, de a minta a sarokban már fel fogja kelteni az érdeklődést. Egy másik felület, ahol a gép gémeres, az a billentyűzet és a touchpad. Utóbbi egyébként egy hasonló mintával lett ellátva, mint amit a fedlapon is láttunk. Mérete egyébként ritka nagy, gamer laptopoknál csak az Asusnál láttam hasonló méretű gigászi tapogató felületet. A billentyűzet az RGB világításával árulkodik majd, illetve a gombkupokoknak a széle fehérre van festve, aminél fogva kikapcsolt világítással sem lesz teljesen néma a megjelenése. Legalább kapunk egy numerikus billentyűzetet. Hogyha már elindulunk a perifériák vonalán, a kijelző sem maradhat ki. Ez egy 17 szoros, 144 Hz-es IPS kijelző, aminek a fényereje és a színhelyessége sehol sincs feltüntetve. Van egy érzésem, hogy ha ezek kiemelkedő értékek lennének, akkor meg lennének jelenítve mondjuk a weboldalon, szóval nem hinném, hogy azok. A felbontás még azt mondom, hogy elmegy ezen a méretem, 144 Hz-en teljesen meg vagyok barátkozva, és amúgy a kijelző megjelenítésével azt mondom, hogy meg voltam elégedve. Nem a legvilágosabb, a legszínhelyesebb, vagy a legnagyobb felbontású panel valaha, de játékra meg filmnézésre bőven elegendő, és ennél én őszintén nem is várok el többet. Még itt van a beépített webkameránk, mint az utolsó periféria, amit említeni akartam, és ezzel a lendülettel beszélhetünk is a teljesítményről. A laptopban egy i5-12500H-s előző generációs Intel processzor, 16 GB memória, 512 GB SSD és egy RTX 4060-as videókártya foglalnak helyet. Ez a hardware a következőképpen teljesített Geekbench és Cinebench tesztekben, aksiról futtatva kiegyensúlyozott, illetve töltőről futtatva teljesítménycentrikus módokban, ezeket látva pedig jöhet is a gaming teszt. Mivel a Counter-Strike 2-ben még nem elérhető az a benchmark map, amit használni szoktam, így kompetitív FPS címünk a Rainbow Six lesz, ami 226-os átlagjával bőven a panel tudása felett lesz. A Forma 1 2021, mint megszokott jó teljesítésű játékunk megjelenik egy kellemes 174-es átlagra, innentől azonban elkezdünk visszaesni egy kicsit a Far Cry 5 115-öt, míg a legújabb tag ebben a sorozatban csupán 98 FPS-t hozott, és ne felejtjétek, minden játékot magas beállításon tesztelek. A Red Dead Redemption 2 képes lesz 60 FPS felett teljesíteni az idő nagy részében, és szerintem egy ilyen játékhoz nem is kell annyira 144 Hz, hasonlóan a Cyberpunk 2077-hez. Ezt RTX Medium, illetve RTX nélküli magas beállításokat is kipróbáltam, utóbbi azért jóval szebb eredményeket hozott. És vicces, mert majdnem elfelejtettem, de itt van a Shadow of the Tomb Raider a magas 117-es átlagjával. Majdnem kimaradt az a játék, amit mindig először tesztelek. Még majdnem elfejtettem. Hol az agyam ilyenkor? És készen is állunk, hogy beszéljünk a hűtésről. Mivel igen, bár a processzorunk nem egy i9-es vadállat, és a videókártyánk is 75 wattnál korlátozó van, mégsem szeretnénk, hogy túlmelegedjen a gépezet. Most örömmel mondhatom, hogy ezt nem csinálja, de erre nem volt szükségem számokra, mivel... Na most ez szép és jó, de ez a hang ez mennyire tükrözi a hűtésnek a teljesítményét? A legelső dolga, amit megnéztem, az a processzornak a terhelése, ami olyan nagyjából 93 fokig emelkedett 65 wattos fogyasztás mellett, amikor is visszaejtette magát 45 wattra, és 80-85 fok között egyébként megállt, ezt tudja tartani. Videokártya terhelés közben pedig 60 wattot fogyaszt a videokártya, és 65 fokig melegszik, ez nem melegszik jobban, és nem is akar ennél többet fogyasztani. A kettő alkatrész kombinált fogyasztása az úgy nézett ki, hogy 60-at teszik a videokártya, 40-et teszik a processzor,
processzor, és összességében ilyenkor 150 wattos fogyasztása van a gépnek, ami azt jelenti, hogy különböző alkatrészekkel együtt összesen 150 wattot eszik, mivel ennyit tud táplálni a külső tégla, valószínűleg itt van meghúzva a határ, hogy ennyit fogyasztott a gép egyébként. Viszont ennek az értéke az volt, hogy a videokártyázó nagyjából 70-72 fok környékére, a processzor pedig olyan 89-92-re tudott maximálisan fölemelkedni, tehát a hűtési rendszer az működik ebben a gépben. Barátunk alul szívja a friss levegőt, és oldalt valamint hátul pedig ontja majd a meleget a szobába. Szerintem lökjük hanyat, és nézzünk be a motorháztető alá. Itt láthatjuk majd a kettő ventilátoros, igencsak egyszerű hőelvezető rendszert a hátsó részen, illetve itt találjuk majd a memóriafoglalatokat, amik mind a ketten eltávolíthatóak. Van egy M.2-es SSD-nk, ami mellett van egy második foglalatunk is, nagyon-nagyon szuper, illetve ha már itt vagyunk bent, akkor itt látható a kettő hangszóró, amikre mindjárt visszatérek, illetve az L alakú akkumulátor. Az aksinak a formája lehetséges, hogy egy metafora egyébként úgy önmagára, mivel valami ritka rövid üzemideje van. Egy YouTube videót lejátszva egy óra alatt lemerült a gép, úgyhogy semmi más nem futott rajta, csak az egy darab böngészőtab, és még kiegyensúlyozott módban is volt rakva, szóval nem is mondhatjuk azt, hogy biztos a teljesítménycentrikusság szívta le. Nem. Ez a laptop, ez töltőre csatlakoztatva fogja lejelni az életét, és maximum konnektortól konnektorig hurcolás közben lesz majd hordozható. A hangszórók méretét látva már számíthatunk a minőségre, de ahelyett, hogy elmondanám, inkább megmutatom. Igen, egy telefonnal hasonlítottam össze. Ez szerintem elmond mindent a hangszórókról, amit tudnatok kell róla. Határozottan csalódtam bennük. Amiben azonban nem csalódtam, az a port szelekció. Bal oldalt kettő USB, egy 2-es és egy 3-as sebességgel, illetve külön jack fejhallgatóknak és mikrofonoknak. Jobb oldalon egy USB-C, egy gigabit Ethernet és egy microSD olvasó, hátul pedig egy második USB-C port, egy mini display port, egy HDMI és egy töltő gödör figyelnek majd. Sajnos egyik USB-C port sem Thunderbolt, aminél fogva az ezeken történő kijelző csatlakoztatást, töltést, illetve mondjuk külső videókártya csatlakoztatást, azt el is felejthetjük, bár mondjuk utóbbiról szerintem emberek évek óta nem beszélnek, szóval... Tehát, a G7 egy igencsak masszív szerkezet, jó felépítéssel, jó bővíthetőséggel, átlag felhasználásra elegendő teljesítménnyel, gaming szempontjából kielégítő kijelzővel és semmi mással. Ez a laptop nem próbálja meg megváltani a világot. Ez csak itt van, létezik, és fel lehet mutatni, hogy igenis vannak gamer laptopok 500 000 forint alatt. Az áráról még nem beszéltem, ez a gép ez 490 000 forintba kerül, ami szerintem ezért a pakkér, amit itt kaptok, nem egy olyan rossz ár. Egyébként van neki egy kisebb tesója, egy 15 szoros variáns, ami 40 000 forinttal olcsóbb. Én személy szerint gravitálódnék a nagyobb kijelző felé, mert én csak szimplán szeretem a nagyobb kijelzőket, de ha ti azt mondjátok, hogy nektek tök mindegy, mert mondjuk úgyis általában egy külső kijelzőre csatlakoztatnátok, akkor ott tudtok spórolni. Amennyiben nektek megtetszett ez a gép, a link ott lesz hozzá mindenképpen a leírásban. Szeretném megköszönni az Iponnak, hogy elküldték nekem. Amiben tetszett a videó, nyomjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, illetve, hogy szeretnétek másik laptop bemutató videót látni tőlem, ott megtekinthető, ott dobtam egy másik videót, ahol tudtok kattintani, adtam meg valamit a YouTube-ra oda, és Isten, az lehet, hogy még jobb, mint amit én ajánlok. Fogalmam sincs, nézzetek meg mind a kettőt, és akkor kiderül. Na, szép napot mindenkinek, és sziasztok!